Holnap érkezik Magyarországra az új amerikai nagykövet Colin Bell. A magyar külügyminiszter nagy reményeket fűz a nagykövet érkezéséhez. A DK szerint azonban alig ha lesz változás. Az együtt pedig inkább arra szólítja fel a kormányt, hogy hozza nyilvánosságra az Amerikából kitiltottak nevét és menessze Vida Ildikót. Rögös út vezetett Colin Bell hivatali esküjéig. Az amerikai producer nagyköveti kinevezését ugyanis sokan támadták. Bell soha nem volt diplomata, és szenátusi meghallgatásán is kellemetlen helyzetbe került, amikor arra kellett válaszolnia, melyek hazája stratégiai érdekei Magyarországon. A magyarok által már ismert amerikai ügyvivő maradt pozíciójában. Ő a nagykövetet segíti majd. André Gutfriend a Twitteren azt írta, azt várja, hogy itt lehetőség lesz majd a kapcsolatok pozitív és konstruktív előremozdítására. Szijjártó Péter külügyminiszter is sok reményt fűzött korábban az amerikai nagykövet érkezéséhez. Magyarországnak az az alapvető érdeke, hogy az Egyesült Államokkal folytatott politikai együttműködésben meglévő nyitott kérdéseket a lehető leghamarabb le tudjuk zárni. Ehhez azonban nem elég a mi nyitottságunk, meg a készségünk, ehhez amerikai oldalról is nyitottságra és készségre van szükség. A DK örül az új nagykövetnek, de a párt szerint a kitiltási ügy és a mögötte húzódó korrupció nem fog megváltozni. Attól nem változik meg Magyarországon a helyzet, hogy új amerikai nagykövet van, mert nem rajta múlik az, hogy egyébként felszámolják a korrupciót, hanem Orbán Viktoron múlna, csak hogy azt látjuk, hogy egyébként az egész orbáni rendszer alapja ez az állami korrupció, ez a maffia-szerű működés. Az együtt pedig azt követeli a kormánytól, hogy hozzák nyilvánosságra a kitiltottak neveit. Szeretnék felszólítani a miniszterelnököt, hogy mentse fel Vida Ildikót és mindazokat, akik kormánytisztviselők, államigazgatásban dolgozó szereplők, és az a szégyen esett meg velük, rajtuk keresztül az országgal, hogy őket kitiltották az Amerikai Egyesült Államokból. Colin Bell várhatóan férjével és 4 gyermekével költözik Budapestre.